30%-kal nőtt Nyírpazony lakossága az elmúlt 20 évben, most közel 3800-an élnek a településen. Kétségtelenül az egyik legvonzóbb dolog, hogy nagyon-nagyon közel van a városhoz. Ugye ezzel szállal kötődünk itt Nyíregyházához, akár infrastruktúra tekintetében, akár a munkalehetőségek tekintetében. Egyrészt ezért, másrészt én úgy gondolom, hogy, és ezt számok is alátámasztják, hogy a településen nagyon-nagyon jó a közbiztonság. Évek óta, sőt most már mondhatom, hogy azért évtizedre visszamenőleg sem volt olyan bűncselekmény, olyan esemény, amely a lakosság nyugalmát megzavarta volna. Nagyon-nagyon kevés a személyi és a vagyon elleni bűncselekménynek a száma, illetve ezek a számok is csökkenő tendenciát mutatnak. A harmadik pedig az intézményi infrastruktúránk, amelyben az elmúlt 10 évben azért jelentős előrelépés volt és jelentős fejlesztéseket végeztünk. A Polgármester 35 perc című műsorunkban kiemelte továbbá, hogy számos fejlesztést valósítottak meg a település óvodájában, és népszerű lett a kéttan nyelvű általános iskola is a környéken élők körében. Mindezeknek köszönhetően az ingatlanok árai is emelkedtek, és egyre kevesebb az üres eladó telek. Egy 700 négyzetméternyi ingatlan, az a legkisebb terület nagyság egyébként, amelyre lehet a településen építkezni jelenleg a helyi építési szabályzat alapján. Közmű nélkül egy olyan 5-6-7 millió forintos nagyságrend, ez szerintem egy elég magas szám, tehát valóban egy drasztikus emelkedés volt. Tudok extrém példát is mondani, ugyanerre más helyen, más fekvéssel 12-13 millió forintért ment el csupasz ingatlan, tehát nincs rajta semmi, még közmű sem, tehát ilyen árak vannak tólig értékben, és éppen néhány hónappal ezelőtt kért meg az egyik barátom arra, hogy segítsek neki ingatlanokat szerezni. Nyilvánvalóan meghatározta a paramétereket, lehet intézményhez közel, bolthoz közel. Hát bizony 3-4 ingatlanát többet nem tudtam mutatni, hiszen folyamatosan épülnek be a belterületi ingatlanok. És elindult egyébként egy tendencia is Nyírpazonyban, hogy mivel alig lesz most már a belterületen beépíthető teleg, így a lakossági kezdeményezések vannak már arra, hogy azokat a telkeket, amelyek hosszan járnak le egy-egy utcában, azokat vizsgálgatják a lakosok, és nézegetik, hogy hogyan lehetne esetleg megosztani, és akár egy új utcanyitással ott kisebb telkeket kialakítani belőle. De erre már van azért példa egy-két utcában a településen, hogy valószínűleg a település szerkezet így fog egy picit átalakulni. A nyírpazonyi önkormányzat termelő tevékenységet nem tud most végezni, hiszen nagyon lecsökkent a közfoglalkoztatotti létszám, akiknek a munkája szinte már csak a település karbantartására korlátozódik. Van viszont jelenleg 12 nyertes önkormányzati pályázatuk, így összesen 1,7 milliárd forint értékben érkezik fejlesztési összeg. Ez az elmúlt 20 év legnagyobb mértékű pályázati összértéke. Lakossági igényre új tornacsarnok és bölcsöde épül, megoldják a csapadékvízelvezetés problémáját, járdákat és utakat is felújítanak.